Virágba borultak a bújtósító fűszvái, a látvány és a kellemes időjárás sok embert sétára csábít. Az allergiások számára azonban rossz hír, hogy a következő hetekben továbbra is erős marad a pollenterhelés. Az Országos Közegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint elkezdődött a zöldjuhar pollen szórása, az éger és a fűzvirágpora jellemzően közepes mennyiségben van jelen. A ciprus és tiszafafélék, illetve a nyír pollen koncentrációja leginkább magas közepes, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A pollenre érzékeny allergiásoknak azt javasolják, hogy keressék fel orvosukat a tünetek megelőzése, enyhítése érdekében. Mi minden tavasz megkezdésekor észleljük, hogy elkezdődik a pollen virágzás. Ilyenkor lényegesen megnövekszik a rendelőnkön megjelent betegek száma, tudva lévő, hogy most a nyír, a mogyoró, a kőr is, a ciprusfélék virágoznak. Hát ha a számokat szeretnénk mondani, körülbelül 30%-kal több beteg jelentkezik ebben az időszakban, mint a téli hónapokban. Magyarországon a felnőtt lakosság jelentős része érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, számuk évről évre 2-4%-kal növekszik. A felnőtt lakosságnak körülbelül 30%-a szenved allergiás megbetegedésben. Sajnos ez a betegség újra termeli önmagát, mert ez egy genetikusan örökölhető betegség. Ugye, ha az egyik szülő allergiás, akkor 30, ha mindkét szülő allergiás, akkor 60%-ban leszünk allergiása. Mindenképpen el kell oda jutni, hogy vizsgáljuk ki, hogy tulajdonképpen allergiásak vagyunk, és mire vagyunk allergiásak, hogy fel tudjunk készülni a következő szezonra. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az első tünetek megjelenésekor még nem nagyon fordulnak a betegek orvoshoz, pontosan azért, mert banális náthának gondolják. Ha viszont már tudjuk, vagy gyanússá válik, hogy allergiásak vagyunk, akkor be kell jelentkezni allergológiai szakrendelésekre, meg kell csináltatni a bőpróbát, és ennek megfelelően tüneti kezelést kell alkalmaznunk a betegeknél. A pollen szezon február végén a barkavirágzással kezdődik, és október végéig a parlagfűvirágzásig tart. A hideg tél miatt most több növény egyszerre virágzik, a mostani pollenek csak egy hétig vannak a levegőben. A tavasz második felében viszont az erős allergénnek számító kőrizs pollenjei hosszú ideig okozhatnak tüneteket.